Nem sikerült megállapodniuk a parlamenti pártoknak arról, milyen arányban osszák el az országgyűlésben az alelnöki és a bizottsági székeket. A tárgyalás ma volt, de a DK-sok szünetet kértek, hogy egyeztessenek a pártelnökkel, Gyurcsány Ferenccel, ő ugyanis nem volt ott a tárgyaláson. A fideszes Kocsis Máté arról beszélt, biztos benne, hogy ha a fizetésről lesz szó, akkor minden baloldali képviselő jelen lesz majd. Az új parlament hivatalosan egy hét múlva, jövő hétfőn alakulhat meg. Hétfőn délután vették át megbízó leveleiket azok a képviselők, akik pártlistáról mandátumot szereztek az április 3-ai választáson, de a múlt heti ünnepélyes átadáson nem voltak ott. A Fidesz-KDNP listáján szereplők közül Halász János és Nacsa Lőrinc vette át most a megbízó levelét. Ugyancsak hétfőn vette át megbízó levelét a Mi Hazánk lista vezetője, a baloldal közös listáján szereplők közül pedig többek közt Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes és Jakab Péter is. Vadai Ágnes délután az új parlament megalakulását előkészítő tárgyaláson is részt vett. Az egyeztetésen minden parlamentbe jutó párt képviseltette magát. Arról kell most dönteniük, hogy milyen arányban osszák el az országgyűlés alelnöki és a bizottságok tisztségeit. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt mondta, úgy tartanák igazságosnak, ha a pártok valós támogatottsága számítana. Természetesen nem lehet egyenlő pártként tekinteni mondjuk a Párbeszédre és a Mi Hazánk mozgalomra, hiszen a Párbeszéd önállóan valószínűleg nem tudna elindulni a választásokon, és ezért volt lehetősége ezeknek a pártoknak arra, a Jobbiktól, a DK-n, a Párbeszéden és a többieken keresztül, hogy egy közös listán induljanak. Alapvetően a vita az ebből indult, hogy itt most hogyan tekintsünk a pártokra. Kocsis Máté a tárgyalás után arról beszélt, a tervek szerint a bizottságok száma nem változik majd az előző ciklushoz képest, a következő 4 évben is 15 parlamenti bizottság lesz, és ezek neve sem változik. Megállapodás azonban hétfőn nem született, az ellenzék ugyanis szünetet kért. A DK képviselői legalább 3-szor elmondták, hogy nekik ezt le kell egyeztetniük. Talán érdemes lett volna annak idejönni, akivel le kell egyeztetni. Nem volt itt Gyurcsány Ferenc, tehát most egy Gyurcsány Ferenccel való egyeztetés zajlik, ha jól értem. A Fidesz frakció vezetője szerint az alelnöki, a bizottsági elnöki és a bizottsági helyekről az ellenzéki pártoknak maguk közt kell megegyezniük a listás eredmény figyelembevételével. Kocsis Máté kiemelte, hogy a mostani egyeztetésen minden ellenzéki párt jelen volt, beleértve azt a Momentumot is, amelynek listavezetője még hétfő délután is arról írt az interneten, hogy a jelenlegi keretek közt nem fog részt venni a parlament alakulóülésén, és nem lesz tagja az új országgyűlésnek. Olyan pártok, amelyek a nyilvánosság előtt, önök előtt azt hangoztatják, hogy nem vesznek részt a parlament alakulóülésén, azok azért a bizottsági helyek elosztására azért eljöttek, nehogy baj legyen. Hát hitelességi kérdésként fogom föl, de ez legyen az ő problémájuk. Minden esetre, amikor már a betöltendő pozíciókról, a megkereshető pénzről van szó, akkor azért legyenek nyugodtak, teljes volt a baloldali létszáma mostani értekezleten. A megbeszélésen jelenlévő baloldali pártok egyik képviselője sem tartott tájékoztatót, és egyikük sem nyilatkozott az M1 jelenlévő tudósítójának. A tárgyalást szerdán folytatják, a parlament alakulóülése jövő hétfőn lesz.